Nagy örömmel jöttünk el a szűzanya hajlékába május 13-án, fatimai jelenések kezdetének 99. évfordulóján. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben főtisztelendő Kovács Ferenc nagynyárádi plébános atyát, aki eljött közénk, elvállalta a délutáni szentmise bemutatását, és az ige hirdetésben bátorít, erősít majd bennünket. Ferenc atya a szentmisét hálából ajánlja fel. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkát. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Nagy pénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, kedves ünneplő közösség, a mi életünk, a mi utunk a mai napig idáig tartott, ide vezetett, a szűzanyához, égi édesanyánkhoz, és ez egy csodálatos élmény, hogy Isten szeretete ennyire választékos és gazdag, hogy égi édesanyát ajándékoz nekünk. Hogy az az Isten gyermeki bizalom, hogy Jézus minket a testvéreivé fogadott, és a keresztségben a mennyei atya a gyermekévé, hogy ez ennyire nagy áldás, hogy itt van a mi égi édesanyánk. És egy csodálatos, hogy ha megnézzük az életünket eddig a pillanatig, akkor most ez a csúcs, ez a forrás, ez a szentmise, közös imádságaink, hódolatunk, hálánk. Itt vagyunk, azért vagyunk itt, mert érezzük napról napra, sőt ezekben a pillanatokban is a szűzanyának az irántunk való végtelen szeretetét. És mint ahogy a földi édesanyánk szeretete is az életet erősít és táplálja bennünk, ugye a boldogságos Szűz Mária szeretete az üdvösséget erősíti,
táplálja bennünk, és ébren tartja a mi szívünkben azt a vágyat, hogy bármilyen vagyok, bármilyen az élet, bármerre alakul ez a világ, én vágyom üdvözülni. Én vágyom itt és most az Isten szeretetében élni. Én vágyom a hitben élni. A kedves testvérek nevében is egy régi imádsággal szólongatnám a szűzanyát. Szűzanyám, azok közé akarok tartozni, akik a legjobban szeretnek téged, és teljesítik kívánságaidat, anyai intelmeidet. Hozzád folyamodom, amikor felkelek, és amikor lefekszem, amikor örömér vagy fájdalom. Életem része vagy, és lelkem napsugara. Ó, te illatos virág, aranycsillag, titkos forrás, égre és földre nyíló ajtó, amelyen át Isten jön hozzám, hogy megérintsen. Isten irgalmasságának közvetítője, életem ragyogása és mosolya, elveszett terheimet, és megvidámított szívemet. Hogy lehet, hogy rád találtam? Te kerestél engem. Megláttál a porban, és szívedre szorítottál, hogy Jézussal találkozzak, aki benned él. Kedves testvérek, az évszázadok alatt annyian szóltak itt előttem, annyi csodálatos tanítás segített a kedves testvéreknek haladni a Máriás úton, haladni azon az úton, amelyet a szűzanya mutat Jézussal mennyei hazánk felé. Legyen szabad nekem egy kicsit eltérni ezektől a gondolatoktól, és tanúságot tennem. Megosztanom, hogy számomra mit jelent Szűz Mária, ki nekem az égi édesanyja. Nagyon vágytam hinni kicsi koromtól kezdve, és 19 éves koromban léptem rá arra az útra, hogy megkereszteljenek engem, hogy ezt el tudjam fogadni szívből, hittel, szeretettel, őszintén, hogy az én életemben ez valóban változást tudjon hozni. Hogy valóban az Istennek tetsző élet útjára léphessek. És ennek a helye egy hasonlóan szép és csodálatos Szűz Mária zarándokhely volt, Mária Gyűd. Mária Gyűdön éreztem azt át teljes lényemben, hogy Isten megajándékozott a hittel. És úgy gondolom, hogy a legjobbra, a szűzanyára bízta ennek a titoknak az átadását, hogy segítsen nekem, hogy felnyíljon a szemem, hogy lássak, hogy higgyek, hogy bízzak, hogy reméljek. Én hiszem azt, kedves testvérek, hogy a minden napjainkban a hit az, ami erőt ad, ami választ ad, ami segít bennünket megmaradni az életben, abban az életben, amiről azt vágyja Jézus, hogy a mi életünk az teljes legyen és bőségben legyen. És mennyire fontos, ahogy hallottuk a mai evangéliumban is, hogy
Szűz Mária ott áll mellettünk, hogy Szűz Mária bennünket egymásra bíz. Elég sokat mozgok fiatalok között, és az a tapasztalatom, hogy a fiatalok hisznek, hogy a fiatalok szeretnének még jobban hinni, hogy a fiatalok szeretnék megkapni, megérteni és megélni azt a hitet, ami segít a mindennapjaikban szeretetben élni. Hiszen egy vágya van csak mindenkinek, szeretetben élni. Hiszen aki szeretetben él, Istenben él. És a szeretetnek a teljessége az, amikor valóban már átjár bennünket az Isten törvénye és a parancsa. És ezek már nem terhek számunkra, nem egy kívülről jövő dolgok számunkra, nem csupán paragrafusok, hanem az életünk. És amikor szemlélem a mai evangéliumi jelenetet, akkor átérzem azt az ígéretet is, mely Máriának, Szűzanyánknak a boldogsága, hogy megélhette és megélheti folyamatosan, hogy beteljesedik mindaz, amit Jézus mondott. Hogy beteljesedik Isten igéje, hogy teljessé válik Isten akarata. És amikor hívővé lettem, akkor már nem volt számomra ismeretlen a rózsafüzér imádság, a Szűzanya maga, hiszen visszaemlékszem gyermekkoromra, és gyerekként ott volt egy mama, egy dédi mama, aki nem az én mamám volt, hanem a nővérem családjában élő mama, az ő férjének a mamája. És ez a mama, ő nagyon sok mindent megélt, háborút, veszteséget, szenvedést, és mégis öregen, betegen tudott mosolyogni, tudott szeretni, és ott volt a kezében mindig a rózsafüzér. A rózsafüzér imádságnak olyan ereje van, hogy a tapasztalataim szerint percek vagy órák alatt az Isten képes gyógyítani, hogyha mi hittel, szívből imádkozzuk a rózsafüzért, és nyilván az az Isten akarata, hogy ott gyógyulás történjen, akár testi, akár lelki gyógyulás, akár kapcsolatoknak a gyógyulása. Több alkalommal tapasztaltam, betegágy szélén ülve, beteggel, vagy éppen betegért imádkozva, olyanért is, aki már nem is volt tudatánál, hogy meggyógyult, fölkelt, évekig élt. A legutolsó alkalommal, amit úgy megmutatott nekem az Isten, mert hiszem, hogy nagyon sok olyan alkalom van, amit most még nem látunk, hogy imádkozunk valakiért, itt is, most is, ebben a szentmisében, ebben a bucsúban, és nem tudjuk, hogy mi történik. Ez a hit, ez a bizalom, ez az engedelmesség, hogy Isten tudja. De amikor pár héttel ezelőtt úgy éreztem, hogy valaki neheztel rám, akivel régen találkoztam, és amikor megláttam őt, éreztem a tekintetéből, hogy valamiért szomorú, és a szomorúságának talán én is oka vagyok, és azonnal elkezdtem imádkozni.
és pár óra múlva találkoztunk, és elmondta, hogy mi fáj neki a részemről, volt egy félreértés, egy kisebb, mondjuk így nézeteltérés, és ki tudtunk engesztelődni. Hogy lehet az, hogy találkozunk, és utána pár óra múlva egy teljesen semleges helyen, ahol az ember nem is gondolná, hogy ott találkozni fog vele, és találkozunk. Drága jó testvérek, nem tudjuk, hogy a világ hogy alakul, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz egy év múlva. Adja Isten, hogy itt lehessünk mindannyian erőben, egészségben, békességben és szeretetben, mint ma. A hitnek egy csodája az is, hogy rá tudjuk, rá akarjuk és rámerjük bízni az egész életünket Istenre. És amikor a fatimai szűzanyára tekintek, akkor pont ezt látom, ezt a bizalmat. Ez a szobor azt a reményteljes szeretetet sugározza, hogy a szűzanya, mondjuk így emberileg kifejezve, egyik szeme ott van Jézuson, és a másik szeme féltően, gondoskodóan ránk tekint. Kedves jó testvérek, ebben a szent misében is erősítsük meg bizalmunkat, szeretetünket, odaadásunkat Mária felé, hiszen ő vezet minket az úton tovább Jézussal, Jézushoz, az üdvösség útján. Amen.